Költséges a befogadás. Havonta 130 ezer forintba kerül egy Magyarországra érkező menekült eltartása. Ez több, mint a jelenlegi minimálbér, hangzott el egy megyeházi sajtótájékoztatón. Szögi Lajosra emlékeztek, a 10 éve olasz Liszkán meglincselt tanárról nevezték el a tiszalöki Kis-Tisza Ökocentrum konferencia termét. Havonta 130 ezer forintba kerül egy Magyarországra érkező menekült eltartása. Ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi minimálbér. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, amelyet Baracsi Endre a megyei közgyűlés alelnöke és Béres Levente önkormányzati képviselő tartott ma a megyeházán. Többek között ezért is fontos, hogy minél többen nemmel szavazzanak október 2-án, hangsúlyozta a két politikus. Nem állják meg a helyüket Brüsszel érvei a betelepítés mellett. Ezzel kezdte a sajtótájékoztatót Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, kevés bevándorló dolgozik, és a multikulturális társadalom kialakítása a nyugati országokban sem sikerült, ugyanis nem tudták integrálni a migránsokat. Az is probléma az Európába érkező menekültekkel, hogy szinte lehetetlen az ellenőrzésük, véli az alelnök. Több mint 300-an haltak meg Európában különböző terrorcselekmények miatt, és abszolút ellenőrizhetetlen az, hogy a határokon át kik érkeznek, hiszen ezek a menekültek az irataikat eldobálva abszolút nem együttműködően érkeznek be, és ennek az a következménye, hogy nem lehet azt kiszűrni, hogy kik a terroristák, és kik azok, akik valóban olyan szándékkal érkeznek, amely a menekült státuszra való jogot megadná nekik. Magyarország egy befogadó ország, Magyarország szeretné megoldani ezt a problémát, de valóban ott kell megoldani ezt a problémát, ahol ez keletkezik. A gazdaságra is negatív hatással van a migráció, ugyanis naponta 4300 forint, tehát havonta csak nem 130 ezer forint egy Magyarországra érkező menekült eltartása. Erről már Béres Levente beszélt. Ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi minimálbér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlag alatt maradt eddig a részvétel a szavazásokon. Most azonban fontos, hogy ne legyen 50% alatt az aktivitás, tette hozzá a képviselő. Ebben az esetben lesznek olyan települések és megyék közötti különbségek részvételi arányokban, ahol magasabb a részvételi arány, tehát vélhetően nagyobb elutasításra kerül a betelepítési kvóta, és lesznek olyan megyék és olyan települések, ahol kisebb. Most abban az esetben, hogyha megkezdődik, ne adj Isten, egy visszatelepítés, egy menekült szétosztás Magyarországon, értelemszerűen valószínűleg azokra a területekre, megyékre, településekre szánnak több menekültet, ahol kisebb volt az ellenállás. A politikusok arra buzdítanak mindenkit, hogy menjenek el a referendumra és szavazzanak nemmel. Van tétje a népszavazásnak, hiszen újabb menekült áradat és betelepülés várható Európában, véli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Kozma Péter nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, ha a kvóta alapján Európában maradnak a keletről érkezett menekültek, a későbbi családegyesítéssel még több bevándorló érkezhet akár Magyarországra is. Egy demokratikus kormány megkérdezi a honpolgárok véleményét, mondta tájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Kozma Péter azt mondta, meggyőződése, hogy az október 2-ai népszavazás tétje nem bel- vagy pártpolitikai jellegű, itt a leglényegesebb a választópolgárok vélemény kifejtése. A kormány megbízott szerint a népszavazásnak azért is van tétje, mert a kvóta következménye lehet egy újabb menekült áradat. Mindenkinek van nem egy, adott esetben 4-5 felesége, családja. Mert hogy az iszlám világ az más kultúrkör, más szokások, és más szemlélet. Éppen ezért tehát a Szabolcs-Szatmár megyei kormányhivatal kormány megbízottaként arra hívom fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egymás iránt szolidáris közösségeiket, szerető, a megye hagyományait, értékeit megbecsülő polgárait, hogy vasárnap menjenek el szavazni, és szavazzanak nemmel.
A kormány megbízott az érpataki helyzetről is szólt, mint ismert, a közelmúltban feloszlatta magát a helyi képviselőtestület. Kozma Péter kiemelte, a testületi ülésről jegyzőkönyvet kell küldeni a településeknek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi javaslatot, valamint az elfogadott és megtárgyalt napirendeket is. A kormány megbízott elmondta, az ülésvezető polgármester nem tette fel az írásban kiküldött napirendi pontokat szavazásra, azt a testület el nem fogadta, így elfogadott napirendi pontok hiányában tartották meg a tanácskozást, amely jogilag nem minősül testületi ülésnek, így érvényes határozatot nem hozhattak a testület feloszlatásáról. Magyarország nem kér a kényszerbetelepítésből, hangsúlyozta Tiszalöki fórumán a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. Sesták Miklós kiemelte, október 2-án egyértelmű határozott döntést kell hozni, hiszen a jelenlegi uniós javaslat szerint a betelepítési kvótának nincs felső határa. Úgy érzi magát az ember, mint a dobók vagy az rínyik a 21. században, hiszen Egerbe is megvédtük Európát, megpróbáltuk megvédeni Európát az iszlám hódítástól, és most is a 21. században ismét a magyarokon van a sor, hogy október 2-án nemet mondjunk a kényszerbetelepítésre, amely az Európai Unió rossz üzenete a bevándorlás politikára, hiszen nem kényszerbetelepítést kell végrehajtani, hanem ott a helyszínen kell megoldani a problémát. A bevándorlás hazánk és egész Európa kulturális alapjait rengetheti meg. Erről a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár beszélt Nyírbogáton. Tuzson Bence hozzátette, a kérdés mindenkit érint, hiszen a bevándorlók a németországi példa alapján településenként lennének szétosztva. Meg kell állítani ezt a folyamatot, az európai védelmet határvédelemre kell alapozni, a beléptetési rendszert Európa határain kívül kell megvalósítani, ott kell biztonságos övezeteket létrehozni, és úgy, hogy ott kelljen beadni az Európába való belépési kérelmeket is. Ez az, ami Magyarországnak a törekvése, határvédelmet kell erősíteni, és nem pedig betelepítési rendszert kell létrehozni. Ez mindenki számára rossz Európa számára is, és rossz azoknak az embereknek a számára is, akik elindulnának Európa felé. Nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy az október 2-ai népszavazás, hangsúlyozta egy vásárosnaményi fórumon Hörcsik Rihárd. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint, akik nem mennek el a referendumra, nem foglalkoznak saját és gyerekeik jövőjével. Magyarország egyedül a népszavazással tudja megállítani Brüsszelnek ezt az álmokfutását, mert ha ezt nem tesszük, akkor igenis az Európai Bizottság már foglalkozik a kötelező kvótáknak a törvényjavaslatával, az Európai Parlament már megkezdte ennek a törvénynek a tárgyalását, és ha nem vagyunk elég erősek, és nem támogatnak bennünket a magyar polgárok, akkor a magyar kormány el fog vérezni Brüsszelben, és akkor elindul a kötelező betelepítés. Az október 2-ai népszavazással az európai irányok ellen fordul az ország, és azt jelezzük, hogy nem akarunk részt venni a közös megoldási lehetőségekben. Ezt a Demokratikus Koalíció nyíregyházi választókerületi elnöke mondta tájékoztatóján. Az ellenzéki párt arra buzdítja a választókat, hogy ne menjenek el szavazni, így maradjanak továbbra is Európában. A mi véleményünk egyértelmű, régóta mondja a Demokratikus Koalíció, hogy ennek a szavazásnak tulajdonképpen belpolitikai érdekeken túl semmi más haszna és érdeke nincs. Sőt, talán ennek a népszavazásnak egy hátránya az lesz, hogy tulajdonképpen az európai ellen fordulunk, és gyakorlatilag jelezzük azt, hogy nem akarunk részt venni a közös megoldásokban. Ezért a Demokratikus Koalíció azt kéri a választóktól, hogy ne vegyenek részt ebbe a politikai, belpolitikai színjátékba. A 10 éve olasz liszkán meglincselt tanárról, Szögi Lajosról nevezték el a tiszalöki Kistisza Ökocentrum konferencia termét. A tragikus körülmények között meghalt tanár emlékére kopjafát is állítottak a központ udvarán. Tavaly adták át a közel 240 millió forintos forrásból megvalósult Kistisza Ökocentrumot. A környezeti nevelés tiszalöki központjánál Szögi Lajosra a 2006-ban Olaszliszkán meglincselt tanárra emlékeztek. Mindig az volt az álma, hogy egyszer mondja egy nagy erdei iskolát, egy olyan közösséget hoz létre, ahol nagyon sok gyereket
a környezeti nevelésben bevonhat majd. Hát ezt az álmat próbáltuk ezzel a látogatóközponttal egy kicsit kibővíteni. Úgyhogy már egy éve üzemel ez az látogatóközpont, és azt gondolom, hogy nagyon sok vendég láthatta már ezt a gyönyörű szép tiszai tanösvényt, és ezt a látogatóközpontot, ahol most Lajos nevét viseli már egy nagyszerű konferenciaterem is. A három gyerekes apára, a madarak kutatójára, a közkedvelt tanárra sokan emlékeztek, családtagjai, egykori tanára, kollégái és barátai együtt hajtottak fejet emléke előtt. Néhai Szögi Lajos tanárról emlékezünk halálának 10. évfordulója alkalmából, és cégcsoportunk, akinek tagja a Szögi Lajos Alapítvány, volt ennek a rendezvénynek a főszervezője, illetve állítatta tanár úr emlékére a mögöttem látható kopifát. Kovács Béla tiszavasvári fafaragó alkotását valamennyi emlékező megkoszorúzta. Szögi Lajos tanár úrnak a természet környezetvédelem volt az élete, úgyhogy nagyon is méltó és igazságos, hogy a 10 éves évfordulón, ezen a szomorú évfordulón egy új kezdettel tudunk rá emlékezni, tudnak rá emlékezni a környezet és természetvédők, és hát mi beliek is, hiszen számunkra is egy nagyon fontos személyiségű. Az ünnepség környezetvédelmi konferenciával folytatódott, a Szögi Lajos konferenciateremben a zöld gazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár a Párizsi Klímaegyezményről és annak aktualitásáról is szólt. Úgy néz ki, révbe ér az a párizsi megállapodást, amit tavaly decemberben fogadtak el közfelkiáltással, de ratifikálása szükséges. Ez azt jelenti, hogy 55 ország és a széndioxid kibocsátóknak az 55%-ának kell ezt komolyan gondolnia, és nemzeti szinten is elfogadnia. Most 21-én meghaladtuk ezt az 55 országot, és megközelítettük az 55%-ot, ami azt jelenti, hogyha az Európai Unió sikeresen október 7-e előtt tudja ratifikálni ezt a vállalást egy éven belül, akkor Párizs után Marrakesben egy évvel később megkezdődhet az a folyamat, ami ténylegesen a szövegezésre és a végrehajtására koncentrálhat ennek az új egyezménynek. A konferencián elhangzott, a célok elérése érdekében Magyarország 2,1 milliárd forintot ajánlott fel többek között a globális klíma alapba, és az elsők között csatlakozott az egyezményhez. Két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskola vizes blokkját is felújította az Unilever Magyarország Kft. Idén. A gyár már második alkalommal indított mosdófelújítási programot, amelynek keretében összesen 20 millió forintot gyűjtöttek 3 hátrányos helyzetű település iskolájának. Kimeszelték a falakat, ajtókat és csempéket cseréltek, valamint új WC és mosdókagylókat kapott a Penészleki általános iskola. Erre a felújításra az Unilever Magyarország Kft. Biztosította a forrást országszerte 3 hátrányos helyzetű település intézményének. A különböző intézmények, iskolákra hirdettük meg, igazából a fogyasztókat bevonva, a fogyasztók minden egyes Domestos termék vásárlásával 5 forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy ezeket a mosdókat fel tudjuk újítani. Az idén 13,5 millió forint gyűlt össze, és a különböző támogatókkal körülbelül 20 millió forintot tudtunk a mosók felújítására fordítani. A Penészleki általános iskolában 81 diák tanul. Ők a közel 40 éves vízes blokkokat használták eddig, közölte az intézmény igazgatója. Hozzátette, mosdóként több millió forintot fordítottak a felújításra. Ezt a beruházást önerőből nem tudták volna finanszírozni. Iskola mosdó felújítás azért nem 2 forint. Nyilván próbálja az ember karban tartani, akár higiéniai szempontból is, de azt tudjuk, hogy mennyibe kerül akár egy WC-kagyló vagy egy mosdó. És azért, hogyha az egész iskola mosdót fel akarjuk újítani, akkor ez lehetetlen saját bevételből. Simon Miklós országgyűlési képviselő a rendezvényen kiemelte, 30 középület, köztük 10-15 iskola és óvoda is megújul jövő nyáron a választókerületben. Erre a terület és településfejlesztési program biztosít forrást, de más támogatást is igényelhetnek az intézmények. Az EMMI is pályázatot hirdet, illetve fog hirdetni, mert hogy 40 milliárd forint lesz iskola felújításra. Ezt hallottuk, ugye 2 hónapja államtitkár úr jelentette be ezt,
ilyen formán a KLIK, mint intézmény fenntartó, fog tudni gondoskodni az iskolák állapotáról. Ez a mosdó felújítás egy inspiráció számunkra, hogy tovább kell ezt folytatni. A mosdó felújítási programban a Penészleki Általános Iskolán kívül a Nyírcsászári Általános Iskola is hasonló új vizes blokkokat kapott a megyében. A rossz idő miatt nyáron elmaradt paszabi szőttes napokat pótolták be most hétvégén a Rétközi településen. A látogatók a kulturális programok mellett a település híres szőttese, a Hungarikummá vált paszabi szőttes készítésével és egyéb népművészeti mesterségekkel is megismerkedhettek. Így készül a paszabi szőttes. A 11. paszabi szőttes napokon a település bemutató házában bárki megtekinthette a jellemzően fehér vagy nyers alapon készülő, piros, fekete vagy kék színezéssel, virágmotívumokkal díszített szőttest. A faluban nagyon fontos ez a rendezvény és a hagyományok ápolása. Egyrészt az értékek megőrzése, a másik pedig, hogy azért is nagyon fontos, ez látható is, hiszen ebbe az évben fordult elő először, hogy meg kellett ismételnünk, mert ugye nagyon rossz időnk volt a nyár folyamán, amihez már hozzá van szokva a megye lakossága, de ez a mai nap is önmagáért beszél, hiszen látjuk azt, hogy valóban várják az emberek ezt a szőttes napot, és igenis a helyi értékeket itt most be tudjuk mutatni, nem csak a paszabi szőttest, hanem ami a Rétközbe is nagyon sokat jelent itt a rétközi embereknek, legyen az gyöngyfűző, fafaragó vagy készítő. A megnyitó rendezvényen a szőttes napok fővédnöke, Szijjártó Nagy Szilvia elmondta, a csodák környéke ez a vidék. Nem csak a természeti és földrajzi adottságai, hanem az itt élő emberek szorgalma és néphagyományai miatt is. Napjainkban olyan gyorsan változik a világ, hogy ebben a rohanó világban kellenek a biztos pontok, és kellenek a hagyományok, és én azt gondolom, hogy ez a paszabi szőttes és a 11. paszabi szőttes napok pontosan ilyen. A Hungarikummá vált szőttesen kívül a település főutcáján a látogatók a népművészeti vásárt és kiállítást is megtekinthették. Egy olyan hagyományt ápolunk és adunk tovább a következő nemzedéknek, amely Hungarikum, amely egyedi, amely rányomja a bélyegét a település mindennapjaira is, hiszen ma ünneplünk a paszabi szőttes napokon, és tulajdonképpen nem csak, hogy át kell adni, meg is kell védeni ezt a kulturális identitást, hiszen mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. A történelmünk arról tanúskodik, hogy sokszor voltunk nehéz helyzetben, és mindig sikerült megvédeni az ország határait. A rendezvényen a sztárvendégek mellett a környékbeli és helyi nyugdíjas csoportok kulturális műsorral szórakoztatták a közönséget. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a Kisvárda Masztergúd. Révész Attila együttese az NB2 11. fordulójában hazai pályán 1-0-ra verte a Vácot. A kisvárdaiak sikerükkel felléptek a tabella második helyére. Már a 4. percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, Cseri jobb oldali beadását azonban Grumics a kapu felé fejelte. A Kisvárda uralta a játékot, és a 29. percben góllá érett a mezőny fölény. Talabér szép csellel ment el a jobb oldalon, beadását ugyan kivágta egy védő, de az érkező Gosztonyi a 16-os vonaláról kapásból a kapu bal oldalába lőtte a labdát. A második fél időben megváltozott a játékképe, a hazaiak őrizték előnyüket, de így is akadtak lehetőségek a Kisvárda előtt, míg a Vác csak helyzetekig jutott, így Révész Attila együttese 1-0-as győzelmével újabb 3 pontot szerzett. Az első fél időben eldönthettük volna a mérkőzést, jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, sikerült is gólt szereznünk, sajnos nem tudtuk megfejelni. Ezzel szemben a másodikban visszavettünk a tempóból, kényszerű csere miatt egy picit át is kellett alakítanunk a taktikánkat. Ebben a részben inkább a kontrára próbáltunk meg a játékunk súlyát kivinni, de nem tudtuk a lehetőségeinket tökéletesen végigvinni. A Váciak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapatával, amely 14 nap alatt a 6. meccsét játszotta. Kicsit bátortalanul kezdtük el a mérkőzést, ez biztos, hogy közre játszik az, hogy több helyen kellett változtatni, ugye, mert nagyon sokan sérültünk, eltiltott betegünk, ugye 7 játékos nem áll a rendelkezésemre, jelen pillanatban is ide 14-en érkeztünk. Úgy gondolom, hogy a szünetben sikerült rendezni a fejeket, megvoltak. Egy kicsit, én úgy is érzem, hogy átvettük az irányítást, tehát bátrabban játszottunk, elég jól csináltunk dolgokat, utolsó passzoknál sokat hibáztunk, ez benne van, de felmertük vállalni a játékot, és büszke vagyok rájuk. A kisvárdai mezben első gólját szerző Gosztonyi András szerint meg kellett dolgozniuk a 3 pontért.
Már az előző fordulóban is a Csákvár ellen közel álltam, az a sajnos ott kapufát fejeltem. Most meg ugye már sikerült végre betalálnom, ugye ez volt a harmadik meccsem kezdőként. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy könnyebb beilleszkedést, hogy mondjam, hogy segít a csapatba, amivel szerintem azt gondolom, hogy eddig nem volt gond, de tényleg a játékos lelkének ez jött, ez, tehát örülök neki. Tehát ez nem az én, ez a csapatnak a gólja volt, én úgy gondolom, hogy ez egy nullra lehozni egy mérkőzést, ez mindig nagy szó. Örülök, hogy az én gólom, de a srácok is nagyon sokat küzdöttek ezért a győzelemért. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Nyíregyháza Spartakus 1-0, Soroksár Siófok 6-1, Cegléd Grosics Akadémia 0-2, Békés Csaba Cigánd 1-0, Puskás Akadémia Zalaegerszeg 2-2, Sopron Csákvár 2-2, Szolnok Mosonmagyaróvár 0-4, Balmazújváros Dorog 2-1 és Kozár Miselyny Szeged 1-0. A tabella élén a 22 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 21 pontos Kisvárdát és a 20 pontos Nyíregyházát. A Kisvárda a következő fordulóban Zalaegerszegen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Havonta 130 ezer forintba kerül egy Magyarországra érkező menekült eltartása. Ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi minimálbér. Ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, amelyet Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, és Béres Levente önkormányzati képviselő tartott ma a megyeházán. A 10 éve olasz liszkán meglincselt tanárról, Szögi Lajosról nevezték el a tiszalöki Kis Tisza Ökocentrum konferenciatermét. A tragikus körülmények között meghalt tanár emlékére kopjafát is állítottak a központ udvarán. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 26-án hétfőn. Friss hírekkel kedveste várjuk Önöket műsorainkért és további hírekért, addig is böngészték honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Folytatódik a csendes őszi időjárás, a hűvös hajnalt átlagos hőmérsékletű nappal követi. Éjjel változóan felhős idő várható, éjszaka kisebb körzetekben megjelenő rétegfelhőzetre számíthatunk. Hajnalra a völgyekben párássá válik a levegő, a derültebb, mélyebben fekvő helyeken akár foltokban köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél a legtöbb helyen gyenge marad. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős lesz az ég, délutánra jellemzően gomoly felhők lesznek az égen, emellett több órás napsütésre számíthatunk. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban sem érik el légköri frontok a Kárpát-medencét. Változóan többnyire gyengén felhős lesz az ég, általában több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. Hajnalonként pára, illetve kötfoltok képződnek. A hét közepétől enyhébbek lesznek az éjszakák, és erősödik a nappali felmelegedés.